Janka, miért jöttél el erre a germán gyógytudomány tanfolyamra? Mit szerettél volna megoldani? Megoldani? Hát kezdjem avval, hogy genetikus vagyok, és egy ilyen farmaceutikai vizsgálatokat csinálok, szóval, de Hol? a Pozsonyban. Pozsonyban. Igen. De mindig érdekel, mivel hogy genetikusként tudtam azt, hogy milyen fontos a környezet, hogy milyen hatással van az emberre. Szóval mindig érdekelt ez a ilyen pszichológiai része ennek a egészségnek, és így. De mi És volt a problémád, ami elhozott téged egy ilyen tanfolyamra? a problémám, ami már úgy mutatkozott, a legnagyobb problémám az a tej érzékenység volt, és Már csak volt? már csak volt. Igen. Mert mi történt itt? Az történt, hogy hallgattam a előadásodat, Igen, és és így gondolkoztam a dolgokon, és rákérdeztelek első nap. igen. Magam sem tudtam, hogy pontosan mi, csak mondtam pár dolgot, amire rámutattál, hogy mi történhetett, és mikor mi történt, és És megtaláltad, hogy konkrét mikor volt az, hogy te tejet ittál és bosszankodtál? nem tudom, hogy teljesen konkrétan, de arra nem tudom, hogy konkrétan a szituációt találtam, de tudtam, hogy mivel De volt tudtad, kapcsolatos. hogy kivel Igen, kapcsolatos. És akkor mit javasoltam? igen. Leírni, megköszönni és megbocsájtani. Annak az illetőnek. Annak az illetőnek. És ezt megcsináltad? És aztán mit tapasztaltál És másnap? aztán azt tapasztaltam, hogy mivel hogy tudós vagyok, ki kellett próbálnom, hogy ettem tejet, És? és nem volt semmi bajom. És Fantasztikus. este is ettem, és ma Este. reggel is. Mert különben szereted a tejet. Imádom. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Én is nagyon-nagyon szépen És köszönöm. remélem, hogy még ennél több dolgot is megoldottál, mint a tejallergia. Remélem, meg nem nincs vége a napnak, szóval várom. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.